Vidám gyerekek a focipályán, a mezbe öltözött fiatal sportolók egész nap rúgták a labdát a legutóbbi harkányi focitornán. A szervezőktől ezeket az étel- és italjegyeket kapták, hogy a meccs után megebédelhessenek. Csak hogy ebédet nem főztek a pálya mellett, egy édesapa, aki kérte, hogy ne legyen felismerhető, azt mondta, a jegyeket kizárólag abban az étteremben lehetett beváltani, ami a helyi alpolgármesteré. Az alpolgármester tulajdonában van, konkrétan megmondták, hogy benne belvárosban a sétányi teremben válthatóak be az étel- és italbónok. Az édesapa szerint több szülő is felháborodott, emiatt el sem mentek az étterembe. Kevés volt az a szülő és gyerek, aki ezt igénybe vett. Azért volt furcsa, mert reggel 9-től délután 3-ig a tűzőnapon fociztak a gyerekek, és innét még 2 kilométerre helyezkedik el ez az étterem. Remmert Ferenc harkányi alpolgármester az étterem tulajdonosa. Ő az, aki tavaly októberben a közösségi oldalán osztotta meg ezt a menekültek elégetésével viccelődő hitleres képet. Úgy tudjuk, a kuponokért egy pohár üdítő és egy tányér rizses hús járt a focitorna résztvevőinek. Az együtt szerint elfogadhatatlan, hogy így oldották meg a sportolók étkezését. Ez önkormányzat minimum egy bocsánatkéréssel tartozik azok felé, a szülők felé és különböző szervezők felé, akik tulajdonképpen átlettek verve ebben a kérdésben. Ráadásul minimum a korrupció kérdését fölveti azt, hogy miért pont az alpolgármesterhez köthető cégnek kellett ezt az egész étkeztetést lebonyolítani. Az egyik szülő feljelentést is tett, amiben azt írta, nem volt pályázat, ráadásul az étkezési jegyeket be sem számozták, így nem tudni ténylegesen mennyit használtak fel belőlük. Az ügyészség nyomozást indított, de ennek részleteiről nem nyilatkoztak. Kerestük az étterem tulajdonos alpolgármestert és a polgármestert is, hogy megtudjuk, miért így oldották meg az étkezést a focitornán. A hivatalban azt mondták, amint visszaérnek a nyaralásból, válaszolnak.